Én Alben szerepét játszom, aki egy transzvesztita, és egy férfivel él együtt. Egy nagyon nagyszívű, egyébként egy elég jó előadó művész. A saját bárjukban lép fel, és ugye a konfliktus az az, hogy az én fogadott fiam, aki a páromnak az édes gyermeke, ő megnősül, és egy meglehetősen konzervatív családapát és családanyát hoz vendégségbe, és ebből jönnek a konfliktusok. Szerintem egy jó előadást hoztunk létre ugye 3 évvel ezelőtt. A témája is, ami az elfogadásról szól, az is szerintem elég aktuális ma Magyarországon. Szerintem az előadásnak a humora is eléggé jó, tehát ez a három dolog, ami így összejön ebben a dologban, a zene nyilvánvalóan, éppen most halljuk a beénekléseknél. Szerintem ez a 4 vagy 3 dolog az, ami ezt az előadást ilyen sikeressé tette is, vagy ilyen szárnyalóvá tette valóban. A Zsors, akit én játszom, ő az Őrült Nők Ketrecel nevű mulatónak a tulajdonosa, és motorja és minden története, és ugye az ő párja, az Alben, aki művész nevén Zaza, akit a Stóland is játszik, ők egy párt alkotnak, ugye, és akkor ők viszik ezt a mulatót, ami egyébként nem egy nagyon nagy mulató, de egy ilyen elég mondén hely és egy elég bizarr történet. És hát élik a mindennapi életüket, mint egy hát ugye az ő gondolatmenetükben is, meg egyébként is, mint egy normális házas pár, és úgy élnek, veszekszenek, úgy élnek, mint egy család, vannak konfliktusaik, vannak problémáik, és ugye ebbe a dologba jön be egy nagyon komoly konfliktus, mert nekem a szerepem szerint van egy fiam, aki most már 24 éves, és ő hazajön és közli, hogy meg fog nősülni, és elhozza az örömapát és az örömanyát, akik hát azt a fajta életmódot, amit mi élünk, azt nem igazán kedvelik, sőt, az enyhe kifejezés, hogy nem kedvelik. És itt kell valamit kitalálni, hogy ez jó dolog legyen, úgy, hogy ne sérüljenek benne a mi emberi kapcsolataink is. Sérül benne egyébként az Albennel való kapcsolatom. De hát aztán a végén minden jóra fordul. Jean-Michelt játszom az Őrült Nők Ketrecében. A Stól András játsza az édesanyámat, egy transzvesztitát, tehát egy meleg párnak vagyok a gyereke. Hevér Gábor játsza az édesapámat, Stól András az édesanyám, vagy hát egy transzvesztita férfi, Albent játsza. És az az érdekes a karakterben, hogy egy idő után hazatér, külföldön tanult, megismerkedik egy fiatal lányjal, akinek a szülei, illetve hát az édesapja egy szélső jobb oldali, vagy hát mindenképpen egy olyan politikus, aki elítéli a melegeket, és egy nagyon konzervatív politikus. Na most az a helyzet áll elő, hogy valahogy be kellene mutatni a családot, be kellene mutatni a menyasszonyt, és minden áron próbálják eltitkolni azt, hogy melegek a szülei. Az, hogy most már talán 158. lesz ez itt, és amúgy először játsszuk szabadtéren, azt mutatja, hogy tetszik a nézőknek, vagy hogy általában, vagy mindig telt ház van. Én vagyok Zsákob, ugye egy meleg szobapincér, illetve ilyen inas, aki élhal az Azáért, ugye a Stól Andrásért. Én nagyon szeretem ezt a karaktert, ezt ketten játsszuk egyébként a Józan Lacival váltásban. Hát egy ilyen kis cuki, nagyon jó kis szerkóim vannak. Azért jó, mert egy ilyen tejfölszerep. Az azt jelenti, azt értem ez alatt, hogy bejössz, mondasz egy mondatot és kacagnak, mert nagyon jól van megírva a szerep. És hát egy ilyen kis érző lény, ilyen kis mindenében kanál, a Jean-Michelt kvázi ő is a sajátjának gondolja, izgul érte, aggódik, szereti. Nagyon jó feladat. Hát magas sarkú, necarisnya, szóval hálás, mert a női énemet megkeresem ilyenkor magamba, és előhozom, és akkor finom tud lenni az ember, és jó nőnek lenni nagyon nehéz. Smink, meg vigyáz, meg belátnak, meg hogy tartod magad. Én nagyon élvezem, nagyon szeretem. Figyelj rám, nem szobalánynak szerződtettelek, hanem irasnak. Voltak már nagyon konzervatív ismerőseim, akik megnézték, és nagyon féltem, hogy mit fognak mondani, meg óckodni fognak, és odáig voltak érte. Azt gondolom, hogy egy pici is gógy is szorul az emberbe, akkor ezt igazán megérti, hogy ez miről is szól. Ha így össze kell foglalmak, azt mondom, a szeretetről szól, nyitottságról és elfogadásról. Ugye érted?
színművészeti főiskolán próbáltunk, akkor most már egyetem, akkor ott volt az első ilyen, amikor felvettük a cipőt, és hát én azt hittem, hogy ebből semmi nem lesz. Tehát vagy orra estem, vagy hanyattestem, iszonyatosan kemény meló, úgyhogy ha lehet tisztelni még jobban nőket, mint hogy eddig tiszteltem, akkor ezután az előadás sem nagyon. Tehát az, amit értünk, megtesztek, persze magatokért is, ezért, hogy mi nekünk jobban tetszetek, az lenyűgöző egyszerűen. De most már azt hiszem, elég jól megy. Alföldi megpróbált egy kicsit olyan előadást csinálni ebből, hogy nem feltétlenül arról szól, hogy most nevessük ki a melegeket, hanem hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanúgy éreznek, ugyanúgy fáj nekik, hogyha elhagyja őket a párjuk, vagy hogyha megtagadják őket. Meg egy picit reflektál a mai magyar helyzetre, hogy mennyire vagyunk elfogadóak, vagy mennyire fogadjuk el ezt a típusú életformát.